Egy közös fotózással vette kezdetét az idei Misina tűzoltó toronyfutóverseny. Ez már az ötödik alkalom, hogy a lánglovagok a pécsi tévétoronyban mérettetik meg magukat. 25 emeletnyi, egészen pontosan 438 lépcsőfok az, amit meg kellett mászniuk, így a célvonal előtt jól jött a társak biztatása. Gyere, itt a vége! Félszín! Gyere, Jani! Gyere! A megméretetésen a pécsiektől egészen a győri tűzoltókig teljesítették a kihívást, és gyönyörködhettek 80 méteres magasságból a kilátásban. Ez a csapat például Dunaújvárosból érkezett, és eddig minden alkalommal részt vettek a versenyen. Két év kiadás után majdnem három, kicsit jobbra számítottam, de az időm az nem lehet olyan szörnyű ebbe a kocsmába, meg főleg szerintem, és nagyon szeretjük ezt a versenyt, nagyon kis színvonalas verseny van itt. Hát az, hogy sajnos kollégák egyikre jönnek, ez nem tudom, miért tudható be, de itt akik eljönnek, azok az elitek elítse szerintem, és nagyon büszkék rá, hogy itt lettünk. A megmérettetésre egyébként 38 fő jelentkezett egyéniben, és 7 páros is indult. Önkéntes és hivatásos tűzoltók egyaránt részt vettek a futáson. A tűzoltók teljes bevetési ruházatba, tehát tényleg az, hogy a munkájukat is ellátják a károsítás során, abba kell azért fölfutniuk 450 lépcsőfokot 25 emelet magasságba, azért fizikailag egy igen megterhelő. Ezt látjuk is a befutások alkalmával, hogy sokan már tényleg az erejük végén vannak, amikor felérkeznek a végső helyre. A csúcsidőt még 2019-ben állították fel 3 perc 1 másodperccel. Most, bár még nem szárnyalták túl, volt, aki megközelítette 3 perc 9 másodperccel. A legtöbb indulónak azonban nem a rekord megdöntése, hanem a részvétel számított igazán.